Számomra örök problémát jelentett a szekrények jó kihasználása, és erre nyújtott kitűnő megoldást ez a kihúzható fiók, amihez az IKEA-ban jutottam hozzá. Nagyon szeretem az IKEA-t, mert nagyon praktikus megoldásokat lehet ott találni, sokszor még megfizethető áron is. Ez is egy ilyen megoldás volt. Ha jól emlékszem, akkor 800 és 1000 forint között volt a fiókoknak a darabja, vagy lehet, hogy kettesével lehetett vásárolni, már nem emlékszem. Először polcozni szerettem volna ezt a szekrényt, ha megnézzük, akkor ebben még benne van, tehát ez egy kétajtós ruhásszekrény volt, tehát itt van a rudazatnak a tartó szerkezete, és aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem polcot teszek bele, hanem egy ilyen praktikus fiókot. Na most nehéz meglévő szekrényhez ilyen fiókot választani, ha jól emlékszem, akkor ez 92 cm széles az a szekrény, és 90-es maga a fiók, de tudtok többféle méretből válogatni. Én ezt a 2 cm-es eltérést nagyon egyszerűen egy anyacsavar távtartóval oldottam meg itt a sínben, hogyha jól megnézitek. És ahhoz, hogy ez akadálymentesen csúszson, nézzük ezt az alsót, ami még nincs be olajozva, tehát látszik, hogy megakad, nem túl akadálymentes a siklása, ezért szilikonspray. Műanyagot nem bántja, kitűnően sikosítja ezt a felületet, és amint látjátok, amint kezeltem, már is jobban csúszik. Egyszerűen ide ennek az alsó felére kell ráfújni a szilikonsprayt, illetve ott, ahol ezzel a műanyag sínnel érintkezik, ott pedig egy picit a műanyag sínre. És egy trükk a végére, ahhoz, hogy ne szilikonozatok össze mindent a sprével, ahhoz használjatok egy ilyen egyszerű papírtörlőt, tegyétek a fújandó felülettel párhuzamosan mindig, ahogy fújjátok, és kísérjétek végig a szórófejet, így nem fogtok mindent összeszilikonozni, és csak a felületre fog jutni.